Folytatódtak a tüntetések Wisconsin állam Kenosha városában, miután újabb részletek derültek ki a Jacob Blake vasárnapi lelövésének ügyében folytatott vizsgálatról. A 29 éves fekete férfit rendőrök próbálták őrizetbe venni, eközben elektromos sokkolót használtak, de az nem működött. A férfi ezután behajolt az autóba, az egyik rendőrtiszt ekkor közvetlen közelről 7-szer hátba lőtte. Az esetet követő vizsgálat során Jacob Blake elismerte, hogy volt nála kés. A bűnügyi nyomozóosztály ügynökei találtak is kést az autó padlóján a vezető oldalán. A gépkocsi átvizsgálása során egyéb fegyvert nem találtak, mondta Wisconsin állam főügyésze. Az újabb rendőri brutalitás ismét országszerte tüntetéseket váltott ki, melyek során az összecsapások is gyakoriak voltak. Közben letartóztattak egy 17 éves fiatalt, aki kedden este Kenoshában félautomata fegyverrel lőtt tüntetőkre, megölve két embert, egyet megsebesítve. Washington bejelentette, a helyszínre küldik az FBI-t és a szövetségi marsali szolgálatot, illetve a Nemzeti Gárda mintegy 2000 tagját.